Darukálnak a lelátók helyén, így néz ki most az új Puskás Ferenc stadion építése, majdnem 150 milliárd forintba kerül majd. Néhány hónapja pedig így bontották el a Népstadionnak épült, azóta átkeresztelt létesítményt, a bontás is tetemes összegbe csaknem 4 milliárd forintba került. Ez is a Népstadion, csak törmelék formájában. Az átlátszó.hu riportere Becker András akadt a sitre egy ferencvárosi telepen, alig 100 méternyire a határúti lakóházaktól. Törmelékdom tetején, még nagyobb darabokban is megmaradt ez a bizonyos rekordtán szőnyeg. Egyebek mellett az egykori atlétikai pályát borító rekordtárról, azaz gumiszőnyegről, és például a lelátó lépcsőinek festéséről azonosította, hogy ez a törmelék a Puskás Ferenc stadion bontásából származik. Az átlátszó.hu által beszerzett dokumentumok szerint a stadion törmelékét lerakó cégnek nem volt engedélye, hogy ide helyezze el a sittet. Az együtt ferencvárosi képviselője szerint nem ez az egyetlen törmelékhalom a kerületben. Baranyi Krisztina korában az erősen szennyező illatos úti vegyi telep felszámolásáért küzdött. Hiába vitték el onnan a veszélyes anyagot, az épületek bontásából származó törmelék ott maradt, a Népstadion sittjének közvetlen szomszédságában. Teljessége fogadhatatlan ez a gyakorlat. Ugye több ezer köbméter hulladékról beszélünk, bontási anyagról, ami főleg ebben a hőségben kiporzik, és hát ez sajnos súlyosbítva van azzal a szintén több ezer köbméter bontási törmelékkel, ami éppen most az illatos úti vegyi művek volt telephelyén lebontott összes ott lévő épületnek a bontási törmeléke. A határúti telephelyet a ferencvárosi önkormányzattól bérli a Puskás stadion bontását végző Földtransz Kft. Tulajdonos. A telepről már elvitték a törmelék nagy részét. A területen mostanra mindössze néhány száz köbméternyi törmelék maradt, a környezetvédelmi hatóság azonban ezek miatt is eljárást indított és figyelmeztetésben részesítette a Földtransz Kft-t, a cég azonban fellebbezést nyújtott be a határozat ellen. A Földtransz Kft. Írásban válaszolt a kérdéseinkre, elismerték, a környezetvédelmi hatóság valóban eljárást indított az ügyben, ám ennek jogosságát vitatják. Szerintük ugyanis a ferencvárosi önkormányzat tudott arról, hogy mit szállítanak ide. Ráadásul szerintük a törmelék nem is hulladék, a cég átminősített építőanyagot tárol, amelyet a jövőben felhasznál. A bontásból származó 9200 köbméter földet és 35000 köbméter darált betont ugyanis újra hasznosítják az új Puskás Ferenc stadion építésénél.